Országos szinten már több mint 300 méhészet jelezte, hogy tömegesen pusztultak el méhek saját állományaikban. Egy bizonyos szintig ez még megszokott, a mostani bejelentések alapján viszont már látszik, hogy ez az átlagnál sokkal nagyobb mértékű. Napraforgó időszakban végül is mindig is van egy valamilyen mélypusztulás. A csökken a népesség állománya, ez az idejében itt, ami napraforgó virágzásra egyértelműen összefügg, vagy egy időben van. A méhészek egyre többen jelzik, hogy a családjaik hol egyharmados, hol feles pusztulásban vannak, ami mellett az az érdekes, hogy végül is a kaptárak azért valamennyire gyűlt a nektár, gyűlt a méz benne, viszont a népesség viszont egyre jobban csökken, ami a korábbi éveknek nem megfelelően, vagy sokkal nagyobb mértékben. A méhekre a mézkészítésen túl az egész mezőgazdaságnak szüksége van, ezért is fontos kideríteni az okokat. Ennek érdekében összefogott az Agrárminisztérium, a NÉBIK és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is, és közösen vizsgálják a problémát. Eddig azonban még csak találgatnak, tette hozzá Hók József. Nem tudják, hogy minek köszönhető a tömeges pusztulás. A szakemberek vizsgálódnak a méhek oldaláról és a növényvédelem oldaláról egyaránt. A saját állományomban is vannak olyan családok, ahol talán azt mondhatnánk, hogy egy megharmadolódott vagy megnegyedelődött az állomány, amellett, hogy van nektárgyűjtés. Vannak családok ugyanezen az állományon belül, amit viszont egyáltalán nem érint az egész, ezért magyarázhatatlan, hogy azt se tudjuk mondani, hogy a méhek miatt van, azt se tudjuk mondani, hogy a növény miatt van, valami okozza, amit egyenlőre nem tudunk, hogy mi. A most begyűjtött nektár mennyiség közel sem egyezik meg a tavalyi vagy a korábbi évekével, de a méh családok lassan már a térre készülnek, tette hozzá Hók József. Mivel, hogy nincs meg a megfelelő népesség a kaptárakban, ezért a következő évi termés mennyiség van bajban. Leginkább most a méhészeken múlik, hogy lesz-e jövőre méz, ez attól függ, hogy mennyire tudják felkészíteni a családokat a térre, közölte a méhész. Terméskiesés biztos, hogy lesz jövőre, Hók József azonban hozzátette, az áremelkedést mindig a piac határozza meg, így az majd csak jövőre derül ki.